Most még így néz ki az a terület, ahol a tervek szerint 2022. szeptemberében egy háromcsoportos új, a mai kor igényeinek megfelelő óvoda fog állni. A beruházást a Magyar Állam és a Magyar Református Egyház óvodafejlesztési projektjén belül valósítják meg. Kisvárdán a református oktatás több mint 415 évre tekint vissza. Különleges, hogy egyházközségi, tehát nem megyei, nem kerületi, hanem gyülekezeti fenntartású valamennyi intézmény. Ma már 640 diákja van ennek az intézménynek, és két önálló intézmény, egy általános iskola és gimnázium, valamint egy művészetoktatási intézmény, és most már Isten kegyelme szerint egy óvoda és egy bölcsőde az, amely teljessé teszi ezt az oktatást. Mindkét projekt közel 330 millió forint bruttó értékben valósulhat meg. Az egyik a magyar kormány óvodafejlesztési projektjén keresztül, amelyet a református egyház zsinata központi módon kapott, és aztán utána döntött arról, hogy hol valósulnak meg ezek az óvodák. A másik projekt esetében közvetlenül az egyházközség volt a pályázó, és a területfejlesztési operatív program megyei keretéből részesült nyertes pályázatban és támogatásban. Az eseményen elhangzott, a magyar kormány 50 milliárd forintos óvodafejlesztési programot indított hazánkban, valamint toppos forrásokból csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig közel 5 milliárd forint érkezett, amelyekből bölcsődéket építenek és újítanak fel. Az óvoda kiemelt célja, hogy pedagógiai programjában egyformán hangsúlyt kapjon a magas színvonalú szakmaiság és a keresztény értékrend, hit. A gyermekek mindennapi életében jelen van a hitük életkoruknak megfelelő gyakorlása, a játéktevékenységben, tanulásban, imákban, bibliai történetekben, ünnepekben, jelképekben egyaránt. A terveink szerint három csoportos óvoda épül, ez azt jelenti, hogy 325 fős csoport, azaz 75 gyermek befogadására képes. Nyilván a törvény előírásoknak megfelelően 6 óvodapedagógus, az elszükséges dajkák, illetve a nevelő-oktató munkát segítő személyzet lesz, akik majd ebben az intézményben szolgálnak. A bölcsőde két csoportos, a törvényi megfelelőségeknek kell összhangban 2x12, tehát összesen 24 férőhelyes bölcsőde épül. A kisvárdai református egyházközség oktatási rendszere ezzel a két új beruházással válik teljessé, így lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek a nevelés teljes palettáján, a legmagasabb szakmai színvonalon és a református szellemiségben részesüljenek.